Nyali hús esti film mindenkinek, Minecraft Hardcore, mert már ez is régen volt, meg volt rá kérés is, hogy na, legyek szíves már ezt is folytatni, mert valamiért nagyon megtetszett egy emberkének, és így rám írt ugye a Facebook oldalon, hogy na, léci. Na, úgy voltam vele, hogy nem baj, ez még jó, nyugodtan. Akkor nézzük, mik vannak itt. Jó. Melyik legyen? Legyen a hasadék, mert az viszonylag akkor hamarabb meg lesz. Kajám az mennyi van. Fú, de régen voltam, mint azt a mindenit. Már nem tudom, hogy mi hol van. Van már búza. Búza. Na. Uzine. Hú. Úgyhogy. Kérésre ezt akkor folytatom. Csak aztán el kell kezdenem készülni a vizsgákra. Aj, de utálom. Kicsit se vagyok beparázva. Á, dehogy. Dehogy nem. Na, akkor most kellene még... Na. De jó lenne, ha... Egyből eltalálnám a... lyukat. Azt. A lyukat. Na, akkor most kellene... Felfedeznem megint ezeket, mert már elvesztettem a fonalat. Nincsen még a növények? Hol tettem a növényeket? Most újra át kell néznem az összeset, mert már elfelejtettem, hogy mi hol van. Fú, most mennyire imádhatjátok, hogy folyamatosan jön ez a láda hang. Gondolom, itt már semmi nincs, úgy gondoltam. Úgyhogy most még ezt gyorsan megcsinálom, aztán a levezető út az oda megyek. Már annyira régen játszottam már, hogy azt sem tudom, hogy hol van a levezető út. Várjuk. Hány darab van? 5. Gondoltam arra, hogy ahol van fákja, azt nem kellene kiszedni. Most azt nem értem meg, hogy mi a francért valamiért ezt csinálja nekem megint a Minecraft, hogy akadozik. Vagy végülis én úgy látom, hogy akadozik. Aztán, hogy ti mit láttok a videón, az már más dolog. De engem nagyon zavar, hogy én nálam akadozás van. Hova szoktam tenni? Most ide teszem. Aztán lehet, hogy nem oda kellene. Idő. Dél van. Ahogy látom, vagy dél lesz. Na, ezt elfelejtettem visszatenni, mindegy. Na. Most már csak az a kérdés, hogy... Hú, majdnem leestem. Ez nem kellett kevés vagy sok, hogy leesek én oda. Nézzük, hol mentem én le múltkor. Ezt se fedeztem még föl. Ó, hozzátartozik a hasadékhoz minden hozzátartozó részt. Creeper. Nem volt. Akkor csak én halul... De, ott a creeper. Jaj. Hát önmagamnak van egy saját rész, amit úgy magamnak csinálok, egy ilyen privát pálya. Hát ott nem tudom, mennyi creepert pusztítottam már el, de rengeteget a puskaporért. Mert megint jön az a poén, amivel általában Dodi szokott jönni, hogy igen, elbontom a hegyeket, meg a dombokat. És az a plán, hogy egy puskaporot tényleg azért kell, hogy egy dombot eltakarítsak onnan, mert nagyon zavar. Na, akkor ezekhez nekiesünk. Ezek kellenek. Igen, ott a sajátomon is azért kell a dinamit, hogy hegyet bontsak. De már Dodi már annyira nem lepődik meg rajta. Mit csinálsz? Hegyet bontok. Jó? Oké. Okay. Szóval
Le van tudva. Na hát ugrom. 30-as szintet. Na, a privátban például csináltam külön egy olyan bányát, ahova hát egyszer felfedeztem, utána kivettem az összes fákját onnan. Utána pedig ugye azt használom, mint ilyen, hát nem is tudom, minek hívják ezt. Hát arra használom, hogy oda spónoljanak a mobok, ezek az agresszívek, és hogyha van rá lehetőség, akkor ezeket kinyiffantom, és akkor így, de úgy, hogy nappal van, és akkor eleve, hogyha kijönnek, akkor az is megdöglik, ha netán ilyen zombi meg csonti. Az eleve megdöglik a napfényben, de a creeperök is ott teremnek, az azért jó, mondom, kell a... kell a puskapor. Mindig azon szoktam rögni, hogy mindig olyan dolog kell nekem a Minecraftban, ami pont nincs. Mint ez az életben így szokott lenni, hogy pont olyan nyelv van az emberek, ami nincs. Csak az időt néztem meg. Szerintem ide egy bánya járatom vezet. Már szerintem. Aztán ki tudja. Ilyenkor állandóan attól félek, hogy na, rám fog durranni egy creeper. És ez nagyon jellemző lenne rám, ha pont most jönne egy nagyon kedves, ez így rossz. És nagyon tudnék haragudni, az biztos. Nem tudom, hogy kit zavart, kit nem. Sajnos engem nagyon zavar, úgyhogy nem tudom, külön felhívom rá figyelmet. Tetőtéri szoba egyik hátránya, hogy hallhatóak a verebek. Ezt én onnan vettem észre, hogy a Might and Magic-es kártyajátéknál sajnos áthállatszódik a verebek csicsergése. Ez általában télen nem szokott probléma lenni, de viszont nyáron igen. Jobban mondva, akkor, amikor jó idő van. Ilyenkor valamiért úgy hirtelen öntudatra ébrednek, és így szétcsiripelik a házat. Azzal pedig nekem okozva némi kellemetlenséget, mert ez általában így reggel 6 környékén, vagy végülis akkor kezd így rájuk törni, amikor jön fel a nap. És ahogy hogy közeledünk a nyárhoz, ez egyre korábban van. Úgyhogy imádom. Nagyon kellemes dolog. Úgyhogy ha netentem most is átcsiripelődnének, akkor sűrű elnézésem, de hát nem tudok vele mit kezdeni. Ez sajnos ezzel jár. És a szép kérdés, hogy hol a francba mentem le a múltkor? Vagy múltkor csak leestem? Hát nagyon úgy... Nem, ott van. Istenem! Jó, ez csak én... Fú, ez nagyon ciki. De leve itt leépítettem direkt. Istenem, de ciki. Ja. Na akkor. Szerintem mindjárt le fog menni a nap. Honnan tudom, egyre nagyobb fénye van a fákjának. Ja, ott volt múltkor az a creeper, ami rám támadt. Na hát az külön vicc. Mondom, ki, biztos itt lesz a creeper. Baszki. Most denevér. Vajon bármi denevér. Fú, ezt is biztos már 100-szor eljátszottam, ezt a viccet. Legalább 50-szer.
Na. Nem tudom mennyi szer, de már tuti, hogy unjátok. Hát nem tudom. Ja. Akkor nézzük. Most megyek fölfelé, mert nem kellene megvárni, míg rám sötétedik. Meg ezt a részt is normálisan kellene csinálni. De szép! Ja. Be kellene fejezni. Istenem! Igen. Ezt is be kellene már fejezni a házat. Hol van a... Itt. Fa. Föld. Sold. Shoulder. Egyre rosszabb, gondolom. Nem már. Utálom, mikor esik az eső, mert akkor nem minden mob tűnik el. Mennyi van? Ezt felteszem főni. Szar. Na, ez nekem lett volna kitalálva. Akkor menjünk föl aludni. Itt már nem is hallatszódik az eső. Tá-tá-tá-tá. Jó szigete. Ég. Na, akkor folytatjuk. Ez most ugye egy fél nap volt. Most annyit én nem fogok számolni. Először erre fedezek föl mindent, mert ez látható. Ha ezt kiszedem. Kiszedem, leszedem. Meg hát már eleve egy mennyiséget már feltettem sülni. Úgyhogy ezt érdemes akkor meg... Akkor így folytatom. Meg én azt szoktam csinálni, hogyha jó, felfedeztem, jól kifákjázom, aztán lefedem az egészet, hogy ne is lássam. Minek lássam, mert úgy sincs benne több potenciál. Kukucs! Csak egy csonti. Hopp, egy másik. Na látjátok, én ezzel nem szeretem ezeket az icipicike kis kiszögelléseket, mert ez ebbe olyan jól el tudna bújni, hogy csak na. Nagy hátránya az egésznek. Igen, az a kiszögellés cucc. Ja, meg azért is jó, hogyha minél előbb összeszedem a lehetséges XP-ket. Akkor azt ugye, akkor bármit meg kell enchantolni. Csúnyán mond. Aj, enchantolni. Akkor jóval erősebbek lesznek azok a varázslatok, amiket ráteszek. Na, oda hogy jutok fel? Mindjárt megoldom. Nya. Ugráljunk még egy sor, tényleg. Ki van már rosszul? Elnézést, ha nagyon áthallatszódik a klaviatúra is. Na, azt odafönt, hogy... Úgy... Na. Ez akkor szokott még finom lenni, amikor lenne a föld alatt, lábával alattam. Szambázni itt a peremen, na az a finom. Csak akkor imádkozni, hogy csak ne legyen csonti, ne legyen csonti, mert akkor tuti, hogy belelő a lávába. Lávából nem tudsz hamar kijönni.
és akkor mindent, amit kibányáztál, odáig megy a levesbe. Átvitt értelembe.